2015. december 10-én az Asszódi Szakorvosi Rendelőintézetben tartották az intézmény támogatására létrehozott Legyen az Ön Szívügye is alapítvány beszámoló és évzáró ünnepségét. Az eseményen dr. Bodó Zsolt főorvos, a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány alapítója üdvözölte a megjelent vendégeket, megköszönte a támogatók nagyvonalú segítségét, majd ismertette az alapítvány elmúlt évi munkájának eredményeit. Köszönhetően az idei jótékonysági rendezvényeknek és felajánlásoknak az asszódi szakrendelő sok új eszközzel gazdagodhatott. Két darab igen jó minőségű 12 csatornás EKG készüléket vettünk. Ezeknek a műszaki paramétereit szívesen elmondanám, de magam sem tudom pontosan, de tény hogy igen jó minőségű készülékek. Jelenleg a két belgyógyászat használja. Egy kolposzkópos videó került a nőgyógyászatra. Hát azt hiszem, hogy ezzel igen jó minőségi munkát fognak tudni végezni a nőgyógyász kollégák. Vettünk egy félautomata defibrillátort, amelyen automatikus EKG analízis után maga a készülék jelzi, hogy most használni kell vagy sem. Magyarul beszélő program van rajta. Ez pillanatnyilag a sebészeten van elhelyezve. Vettünk egy látásvizsgáló kettesi táblázatot a szemészetnek, egy halogén vizsgáló lámpát az urológiának, ultrahangos magasságmérő készüléket, amelyet a tüdőgondozó használ, egy digitális mérleget, amelyet szintén a tüdőgondozó használ. Ezeknek az az előnye, hogy vidékre menő szűrés alkalmából is mondhatom, kocsiba lehet tenni és el lehet vinni. És egy ízéleti szögmérőt, amely a reumatológia használ. Az eszközök megvásárlásához összesen közel 2 millió 400 ezer forint bevétel gyűlt össze ebben az évben. Ez az összeg részben a 3 nyári jótékonysági koncert eredménye volt. Borsódi László trombita művész és barátai júniusban Kartalon és Ikladon, augusztusban pedig Turán adtak jótékonysági műsort, melyeken több száz támogató vett részt. Kartalon így 170 ezer forint adomány gyűjt össze, Ikladon 194 ezer forint, amit a helyi önkormányzat további 106 ezer forinttal egészített ki. A turai 120 ezer forint adományt 380 ezer forinttal bővítette ki Turaváros önkormányzata. Ősszel a Podmanicki Júlia nőegylet rendezett jótékonysági estet Asszódon. Az eseménynek köszönhetően újabb 402 ezer forintot fordíthatott a szakrendelő az eszközpark megújítására. A 2013-as és 2014-es évek adó 1%-aiból további 505, illetve 464 ezer forint állt rendelkezésre. Pillanatnyilag maradt még a bankszámlánkon körülbelül 220 ezer forint és 440 ezer forint készpénzben. Azon leszünk, hogy ezt is megfelelő dolgokra költsük el. Amit vettünk, ezt nem a saját kútfőnkből származik. Nem mi döntöttük el, hogy mi legyen, mit vegyünk. Leültünk a rendelőintézet vezetésével, és közösen találtuk ki, meghallgatva a másikat is, hogy mire lenne szükség. Nem mi működtetjük a rendelőintézetet, mi csak segítünk azzal, amink van, amit önöktől, illetve az adakozóktól kapunk. Én úgy gondolom, hogy ez a segítő láncolat, ez akkor és úgy fog működni, hogyha mi is megkapjuk továbbra is a segítséget. Köszönettel veszük, ha az adójuk 1%-át az alapítvány javára fogják jelölni. Köszönetet mondunk mindenért, amit kapunk. Én úgy hiszem, hogy ezt a kis rendelőt valahogy közösen meg kell tartanunk, meg kell erősítenünk, és alkalmassá kell tennünk a minél jobb munkára. Az alapítvány nevében Blaskó Tiborné, a kuratórium elnöke adta át az új műszerek leltári jegyzékét a rendelőintézet intézményvezetőjének, Cingula Mónikának. Először is köszönöm az alapítványnak. Köszönöm, hogy csatornaként működnek, hogy a környékbeli jó szándékot ide vezetik hozzánk. Azt, hogy az aszódi járás települései, az önkormányzatok, a vállalkozók, a lakosok tenni akarnak ezért a házért,
tenni akarnak ezért a rendelőért, azt valahogy ide is kell csatornázni, ezt teszi meg az alapítvány. Hála és köszönet érte. Az együttműködéshez, összefogáshoz, sikeres fejlesztésekhez Vécsei László országgyűlési képviselő is gratulált az alapítványnak és a rendelőintézetnek. Mint mondta, a térségben több mint 40 ezer ember egészségéért felelős ez az intézmény, így az elért eredmények kiemelt jelentőséggel bírnak. Ezeket az intézeteket, intézményeket nagyon sok helyen, különösen kisebb településeken a lakosságnak a lelkesedése az önereje építette, a közösségnek az összefogása építette, és mint látjuk, nagyon sok helyen a fenntartásban és a mai működésben is nagyon nagy szerepet vállal a közösség. Valahol talán így is van ez jól, hiszen ha nem így lenne, akkor nem érezné magáénak az a közösség az intézményét, amelyik rászorul, amelyik a támogatására, segítségére, az igénybevételére biztos számíthat. Persze azt is tudjuk, hogy amikor hát finoman szóval pénzszűkében vagyunk, tehát az ellátmány azért nem úgy érkezik, akkor nagyon-nagyon nagy szerepe van a benne dolgozók hitének, elkötelezettségének, és látom, tudom, hogy Aszódon, az aszódi rendelőintézetben ebben nincsen hiány. Tehát akik itt dolgoznak, akik nap mint nap szolgálják a betegeket, szolgálják az egészség ügyét, azok tele vannak ezzel az elkötelezettséggel és az elszántsággal is, hogy fönntartsák és fejlesszék ezt az intézményt. És azért is nagy öröm, hogy az alapítvány fölvállalta, hogy ezeket a jó szándékú kezdeményezéseket összefogja, mert külső segítség nélkül ez sokkal nehezebb lenne. Az évzáró ünnepség végén Kovács Ferencné nyugalmazott bölcsödevezető Garai Gábor Jó kedvet adj Uram című versét szavalta el, majd a meghívottakat vacsorával, süteménnyel vendégelték meg az esemény szervezői. Jó kedvet adj nekem, és semmi mást, Uram! A többivel megbirkózom magam. Akkor a többi már nem is érdekel, szerencse, balsors, kudarc vagy siker, hadd mosolyogjak gondon és bajon, nem kell hozzá más, csak ez az egy oltalom. Még a magam kiváltsága sem kell, sorsot cserélek bárkor, bárkivel, ha jó kedvemből önként tehetem, s fölszabadít újra a fegyelem. Ha értelmét tudom, s vállalom, nem páncélzat, de szárny vállamon. És hogy a holnap ne legyen csupa gond, de kezdődő és folytatódó bolond kaland, mi egyszer véget ér ugyan, ahhoz is csak jó kedvet adj, Uram. A 60-i Albert Schweitzer Kórház üzemeltetésében álló aszódi szakorvosi rendelőintézet korszerűsítése a jövőben is folytatódik. Köszönhetően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEOP egészségügyi eszközök energiamegtakarítást célzó beszerzésének támogatása a című konstrukciójának, melyre a 60-i kórház sikerrel pályázott. Az elmúlt hónapok beszerzései után így az intézmény eszközparkja hamarosan tovább bővül, újul majd. Természetesen egy ilyen nagy egészségügyi intézménynek a fenntartása, ez nem történhet pusztán az alapítványnak a segítségével és a sok lelkes támogatónak a hozzájárulásával, de a kormányzat részéről például a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt KEOP pályázat keretében a 60-i kórház keretei között a tüdőgondozó hamarosan meg fogja kapni azt a 133 millió forint értékű modern digitális tüdőszűrő berendezést, ami kiváltja a eddigi már előregedett berendezést, tehát azért érzékelhetően nagyságrendekkel nagyobb támogatása, központi támogatása van az egészségügy részéről, mint amire az alapítvány képes, de az alapítvány munkája, támogatása nagyon fontos hozzájárulása ahhoz, hogy színvonalasan működhessen az intézmény.